Az egykor halászatáról ismert Kopács település Messzeföldön híres rendezvénye a Halásznapok szeptember közepén ünnepelte 25. évfordulóját. Három napnyi napsütés, hal és vad specialitások, több mint 80 kiállító, több ezer látogató, kultúrprogram, halfőzőverseny, koncertek és fergeteges hangulat jellemezte ezt a kopácsi hétvégét is. Verőfényes időjárás és hamisítatlan kopácsi halpaprikás illata fogadta már az első napon a vendégeket Kopács központjában, ahol idén tartották a 25. jubileumi kopácsi halásztapokat. Az egykori halászfalu lakosai 1998-ban kezdték el bemutatni országvilágnak, milyen volt egykor az élet a víz melletti faluban, milyen ételeket fogyasztottak és milyen hagyományokat ápoltak. A régi halászmesterséget ma már ugyan nem űzik, a halételek viszont, mint amilyen a halpaprikás és a csiptetős ponty, ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Én azt hiszem, hogy pofon egyszerű, ugye, hogy megy bele a hal, megy bele ugye a víz, megy a jó kopácsi paprika, só, és én azt hiszem, hogy a jó kedv, ami kell, hogy belemenjen, ugye, hogy jó essen ki a halászlé. Hát a csiptetős ponty olyan étel, ami Kopácsról indult. Ez volt a legegyszerűbb ugye ennivaló, amit csináltak. Úgy készítsünk ugye, hogy félbevágjunk a pontyot, vannak ezek a botok, amire ugye ráhúzzunk, megsózzunk, mikor átsül, szedjünk le, rárakjunk a paprikát, és megvan a csiptetés pont. Az is egyszerű, de nagyszerű. A fesztivál a helyi gasztronómia köré épül, és az elmúlt 25 évben a régió meghatározó, több ezres tömegeket vonzó gasztrokulturális rendezvényévé nőtte ki magát. Rekordot döntött a jubileum, közel 7 tonna hal fogyott el a 3 nap alatt. Az ünnepélyes megnyitón elsőként Cickai Zsejko, a bejeljárás előjárója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke méltatta a kopácsiak évtizedeken át tartó lelkes és kitartó munkáját. Azok közé tartozom, akik látták a legelejétől, hogy ez a nagyszerű rendezvény hogy fejlődött ezé, ami ma. A környékünk, a Drávaszög egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát, ami egy emberfeletti megpróbáltatás elsősorban a kopácsiak számára, és a HMDK elnökeként nem tudok mást, mint gratulálni elsősorban a kopácsiaknak azért a nagy erőfeszítésért, amit minden évben megtesznek azért, hogy Kopács erre a hétvégére valószínű Zágrábtól keletre a központja legyen Horvátországnak, és bízom abban, hogy ha már ezt az első negyed évszázadot kibírta a halásznapok, hogy még nagyon sokáig, nagyon sok évig itt együtt fogunk ünnepelni Kopácsot. A szombati kultúrműsor elengedhetetlen része a kopácsi halásznapoknak, amelyről a kezdetektől fogva a helyi Arany János Magyar Kultúregyesület gondoskodik. A fellépők először zenei kísérettel vonultak fel a magyarok otthonától a falu központ nagy színpadáig. A közel 3 órás programban 2 ország 10 tánccsoportja lépett fel, bemutatva szűkebb és tágabb régiónk népi tánc hagyományait. Idén a Kopácsiak felnőtt táncegyüttese nyitotta meg a sort, akik első alkalommal léptek közönség elé. A tavalyi halásznapok adta az ötletet a mi kis vidám társaságunknak, hogy összehozzuk ezt a felnőtt táncsoportot. Az Arany János Magyar Kultúregyesületnek a keretei között működik. Rábaközi csárdást gyakoroltunk be ebbe az elmúlt egy évbe. Azt ugye tudni kell, hogy közülünk senki nem profi táncos, tehát nagyon régen volt talán az iskolás évek, amikor még táncoltunk a táncsoportokba, de igény mutatkozott rá, és azóta minden hétfőn összejövünk, próbálunk, és hát készülünk a következő fellépésekre, amik már elő vannak jegyezve. A halfőző versenyeknek se eleje, se vége nincs régiónkban, de Kopácson versenyt nyerni nem kis dolog. A HMDK Kopácsi alapszervezete által rendezett versenyen összesen 40 csapat mérte össze a főző tudományát. Ez a 25. Kopácsi halásznapok 3. napja. A helyi szervezet Kopácsi HMDK alapszervezete szervezte a halfőző versenyt, ahol 40 csapat versenyzett.
A 40 csapat, azért 40 csapat, ugye, mert nem a mennyiségre megyünk, hanem a minőségre. Most már harmadik alkalommal rendezzük egyesületünk udvarába a versenyt, ahol nagyon tényleg minőségű, tényleg kiszolgáljuk a versenyzőket. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki áldozatos munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A kopácsi halásznapok ugyanis nem valósulhatna meg a település valamennyi civil szervezetének és odaadó lakosainak a csapatmunkája nélkül.